Üdvözlök! Ismétem! Mindenkit! Tempon ez a rendszer! És ilyen jellegzetes dub felvételek lesznek. Ez le is tömöríti. MK Vába, formátumba és Libix 264 kodekka. Lesz szó, hogy miért is nincsen a csatornán több videó. Azért, mert folyton lassítanak a körülöttem lévők. Hiába nem nézek semmilyen filmet, se sorozatot, se játékstreameket. Keresett még YouTube-ot, ha a körülöttem lévőket megszállta az ördög. Olyanok, akik napi szinten filmeket, sorozatokat néznek szalidőben, egyszer maga velém próbálnak támadni, és azért nincsen több videó. Megosztva, jóval több lenne. Más is van, hogy be kellett volna már régóta fejezni. Olyan jó sok minden van, amit még nem fejeztem be. Rengeteg. És te az ördög. Tehát róla, nem az az ördög, hanem a másik ördög, hogy a külön a munkásoknak adott külön napot, május 1-ét. Bírom azt, hogy worker. Kezdhetnénk onnan, hogy a rétegeződés jött létre, nekünk nem is járna Walker Day. Nem tudom, hogy honnan jött ez a május 1-e, ez a munka ünnep, és olvasom, nem is jól hangzik. Hány év óta van? ...1856-ban lett, és 1886-ban felázadtak a munkások, és akkor lett megadva vagy nap, május 1-e. Akkor ünnepelet! És nagyban örülnek a munkások, 1966-ban már Moszkvában is lett egy nap a munkásoknak az ünnepe. Van ország, ahol nincsen munkásoknak ünnepük. Munkásnak minden nap kell dolgoznia. Ezt a pogány ünnepet ünneplik. Pagánság az egész. És ehhez vezet, hogy ráadásul még külön jogokat is kaptak. Nem csak azt ad, hogy egy napot ünnepelnek, hanem mai nap folyamán már jogaik is lettek. Nagyobb a munkásnak a jogai, mint az arisztokratának, mint a nemesnek. Ez ellen tenni kell. Itt van, hogy most megint, mint szokás szerint, a múltamból indulok ki, hogy voltak, hogy munkásokkal voltam körülvéve. Munkásokkal meglátszódott, hogy munkás családból származnak. A viselkedésük, a gondolkodásuk mind-mind a munkásokra utaltak. És én tudtam azt, hogy a munkás nem tudja egyből megérteni azt, hogy nem érdekelnek. Nem érdekeltek abszolút. És egy munkás mindent megtehettek, hogy érdekeljetetessék magukat. Hogy ez van, hogy egy munkásnak is megtöbbelt, aki eléggé gyenge munkás, hogy ő azt hiszi, hogy az a gyenge munkás, hogy inget érdekel az, hogy ő mit csinál. Engem nem érdekel az, hogy ő mit csinál. Csinálja a saját dolgait, amit akar. Ez a baj, hogy nagyon sok munkásnak gyenge az elméje. Nagyon régebben azt hittem, hogy az elmebetegeket, csak az elmebetegházba lehet kiirtani őket. De tévedtem. Közöttük vannak! Ennyi év alatt jó sok elmebeteget láttam. Voltak adáskoromban is, akik nagyon betegek voltak, a szem meg az agy nem volt összekötve. Ez komoly agybetegségek, gyenge elménységet okoznak.
Jasszikon normálisak, nem azok. Abszolút. De ilyen kell, aki nem annyira tiszták. Ilyenek kellenek! Mint hogy az agy és a szem össze van kötve. Voltak ottan jóval betegek is, és egyszerűen nem tudták felismerni bennük a beteget. Azért nem tudták felismerni, mert a munkás réteghez tartoznak. Ha te már munkás vagy! Az egy réteg! Nem számít az, hogy mire vagy képes. Az a lényeg, hogy tudod nyomni a gépet. Egy, két, három gombot, és már egyenlő vagy. És ez az új normál. De közben nem! Az a réteg, amit okoznak, legtöbb kárt tönkretesznek mindent. A környezetet, az ökoszisztémát. És legnagyobb gond, hogy én szerintem ez undorítás. Undorító dolog. Hogy nem a munkások uralkodnak. Vannak, most jönnek a sátánisták. Elején a sátánisták lázadtak. Lázadtak a rétegeződés ellen. Ne legyen annyi rétegeződés. De a mai sátánisták ajra megromlottak, hogy már munkásnak, már azok is már külön jogot adnak, hogy legyen pénzük. Vannak, voltok, rossz van ábrázolva, és sima kecske feljel kell, hogy ábrázolva legyen! Kecskéve! Kecske feje! Meg sima kecske fel van állva! Ez is rossz van ábrázolva, már nagyon emberi. Úgy kellene ábrázolni, hogy egy sima kecske. Van csak. Rosszul vannak ábrázolgatva. Az a fontosság! Nincsen rétegeződés. És ezt a nagyon sok sátánista szervezet megszegte. Most jön a képvel. És mit kell tennem? Mint hogy meg kell jó metszeni őket. Rabolni kell őket. Ez nem vicces. A sátánisták abba alapultak meg, hogy a munkásnak nincs külön rétege. És most amit én látok, más is úgy érzi, hogy külön rétegeződésük van már. És ez ellen egy rosszak a vezetők. És én megérzem azt, hogy ti jók vagytok, jó sátánisták vagytok, vagy rossz sátánisták. Ha jó sátánisták vagytok, akkor nem nézek filmet, se tévét. Mert mind-mind a rétegeződéshez tartozik. Úgy, rétegeződés a munkásokkal. És ez a belenyugvást jelenti. Ha nem értik ezt a sokat, van ez a vonal is alapszék, most nem vagyok beleittem már az iszlámba, az mit nem tudom, miben még, afgán hitbe, onnan eredmények ez is egy része neki, és kicsikét lehet modernizáltatva, nem a megnyugvásból. És így van tovább is. Mind ezért említem meg azt, egyszerűen egy munkások. Egy munkásréteg mindent megtesz, hogy próbáljam manipulálni. Túl sok munkás vagyok körülvéve, ha nem lennék, akkor a csatornán jóval több videók volnának. Ez annak a jele, hogy az elmém legyöngült. Egy pár olyan egyének miatt, akik sorozatot és filmet nézegetnek.
Nem csak azok, hanem mások is. Hogy ez nem a normál szinthez tartozik. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szavaztok!